jelenik meg a normaszövegben, és hát azért a ló másik oldalára se kellene átesni, hiszen az a nemzeti eljárási rendben olyat alkalmazni, azt lehetővé tenni, hogy az ajánlatkérés saját magának önállóan alakítsa ki a szabályokat, ez megint az a problémát, meg azt a problémát veti, hogy a szabadságot a szabadossággal ne keverjük össze, illetőleg, hogyha lazítunk bizonyos szabályokon, akkor az ne jelentse azt, hogy szétengedjük a ménest, bedobjuk a gyeplőt a lovak közé, és mindenki csinálhat, amit akar, hiszen ennek számos hátulütője lesz majd a jogorvoslati eljárások során, akár a döntőbizottság szintjén, akár a bírósági jogorvoslatok folyamán is, tehát ezt jól lenne végig gondolni. Azzal együtt, hogy a hirdetmény nélkül eljárások körét önmagában, körének bővítését önmagában nem tartom én sem ördögtől valónak, viszont az, hogy 150 millió forintos szintre emeljük, az talán egy építési beruházások esetében az talán túlzottnak tűnik, és hogyha valóban a korrupció elleni harcot tűzzük az ászlónkra, mert szerintem az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb a közbeszerzéssel kapcsolatban a korrupció visszaszorítása, a korrupció csökkentése, akkor legalább 5 ajánlattevő számára kellene hozzáférhetővé tenni a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehetőségét is, hiszen minél több ajánlattevő tehet ajánlatot egy eljárásban, minél több ajánlattevőnek adatik meg ez a lehetőség, minél többnek adjuk meg az esélyt, annál inkább csökken a korrupció előfordulásának valószínűsége. Ugyanakkor az irreális ajánlati elemről is kell néhány szót szólni, hiszen a Jobbik is döbbenten állt azon megfogalmazás előtt, és teljesen indokolatlanak tartjuk ezt a bekezdést, mely szerint az irreális ajánlat ellen vizsgálatánál az ajánlatkérő a többi ajánlattevőtől is kérhet összehasonlítás céljából adatokat. Hát nem igazán értjük, hogy mi szükség van erre. Egyrészt, mint egy olyanokat is bizonyításra kényszerítünk, akik egyébként reális ajánlati elemmel rukkoltak elő az eljárásban. Másrészt a bontási jegyzőkönyvön felolvasóban láthatók azok az adatok, jelesül ajánlatára és egyéb bírálati szempontok, amelyek alapján az ajánlatkérő meg tud igazodni, és végül, de nem utolsó sorban, az ajánlatnak szerves részét képezi a beárazott költségvetés, legyen szó bármilyen beszerzési tárgyról. Tehát onnantól kezdve az ajánlatkérő végignézi, nem csak végignézheti, végig is kell néznie, elemezni, ellenőrizni kell, a más nem a számítási hibák kijavítása miatt is, hogy milyen a beárazott költségvetés. Hogy néz ez ki részleteiben, innentől kezdve teljesen értelmetlen olyan ajánlattevőket plusz igazolásra, meg összehasonlító adatok beküldésére kényszeríteni, vagy kötelezni, akik egyébként minden szempontból törvényesen jártak el, reális, arányos és korrekt ajánlatot készítettek el. További probléma a kizáró okokkal kapcsolatban, a adó és vámtartozások esetében szélszerű lenne végre pontosabban fogalmazni, hiszen a jelenlegi javaslatban szereplő fizetési halasztást kapott kifejezés az azt a véleményem szerint hamis látszatot kelti, mely szerint arra nem vonatkozik a kizárók egyéb része, aki fizetési haladékot, fizetési halasztást kapott az adott tartozás megfizetésére. Szélszerűbb lenne itt a fizetési halasztást, vagy részletfizetési kedvezmény kapott, vagy ilyen kedvezményben részesült kifejezést használni, hiszen így mind a kettő fizetési könnyítési módra kiterjesztenénk a kizáró ok alóli kivétel lehetőségét. Üdvözöljük, hogy a bizonyos bűncselekmények elkövetése is ismételten bekerült a javaslatba, ugyanakkor indokoltak látjuk ezt kiterjeszteni, vagy kiegészíteni a hűtlen kezeléssel, hanyagkezeléssel és a költségvetési csalás tényállásával is. És végezetül esen néhány szó a rendeleti szintű szabályozásról is, akár még alkotmányossági vagy jogelvi szinteken is, alapelvi szinteken is problémákat okozhat, hogy egy ilyen nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törvényt, vagy törvényes rendelkezéseit rendeleti szinten szabályozzuk. Itt elsősorban a legtöbb problémát okozó és a korrupció szempontjából a legveszélyesebb területek minősülő építési beruházásokra gondolok. Hiányolom azt az alapkoncepcióból és a konkrét javaslat jelenlegi szövegéből is, hogy nem szünteti meg azt a furcsa kettőséget, hogy az építési beruházások közbeszerzési szabályaira külön kormányrendeletet hoznak. Hát célszerű lenne a kormányrendelet szabályait egy külön fejezetben beemelni a közbeszerzési törvénybe, és ugyanakkor annak is örülünk, hogy ha szóban hangzott el a tavaly átfogó módosítás során, mely szerint a különösen a leghátrányosabb helyzetű térségben a tartós munkanélküliek és munkanélküliek foglalkoztatását elő kellene segíteni, ez szerepel a jelenlegi javaslatban a bírálati szempontok között, ugyanakkor kormányrendeletben van rögzítve, mely szerint a
építési beruházások esetén nem lehet csak az ajánlati ár alapján bírálni, hanem egyéb szempontokat is figyelembe kell venni. Hát kimerem jelenteni, hogy akár bizonyos beruházási típusoknál, például nagy állami beruházásoknál, vasútépítéseknél, autópályaépítéseknél, gyorsforgalmi utak építésénél, különböző egyéb akár mély, akár magasépítési beruházásoknál egyenesen kötelező szemponttá kellene tenni, hogy előnyösebb, illetve több pontot szerez az az ajánlattevő, nagyobb előnyöket élvez, nagyobb eséllyel nyerheti meg az adott munkát, aki több tartós munkanélküli, vagy egyáltalán simán munkanélküli szemét foglalkoztat az adott beruházás megvalósítása kapcsán. Nem elég csak lehetőségként beletenni, akár az építési beruházások esetében jól körülbástyázott, megfelelően körülírt módon kötelezővé is kellene tenni ennek a bírálati szempontnak az alkalmazását, és egyébként ez különösen a roma lakosság érdekeit szolgálná, hiszen természetesen egyre nagyobb, sajnos ez a helyzet, hogy egyre nagyobb a magyar lakosság elszegényedési aránya is, egyre többen vannak olyan nehéz helyzetben a magyar emberek közül is, de ráadásul a segédmunkás, betanított munkás, kisebb részben a szakmunkás munkakörben jellemzően a cigány lakosság között óriás a munkanélküliség. Hát most végre ők is esélyt kapnának, végre nem panaszkodhatnának arra, hogy nem adatik meg nekik az esély, és tanúbizonyságát adhatják annak, hogy ha van lehetőség, akkor megfogják a munkának a nehezebbik végét is, és igenis kemény, ha kell, kemény fizikai munkát végeznek ilyen akár mély, akár magas építési beruházások alkalmával. Tehát nem látom annak értelmét, hogy pontosan az építési beruházások kapcsán egy kettőséget alakítsunk ki. Célszerűbb lenne, ami most kormányrendeletben van, megjeleníteni a törvény szövegébe. Ráadásul ugye egyéb helyeken is hivatkozik arra a törvényjavaslat, hogy majd a kormányrendeletben fog szabályozni. Hát ez a jelenleg ellenzék amúgy sem túl erős pozíciót még tovább gyengíti, hiszen még annyi ráhatásom sem lenne az ellenzéki frakcióknak ezen szabályok megalkotására, mint amennyi legalább egy parlamenti vita alkalmával talán lehetségessé válik. És hogyha ezeket a javaslatokat megfontolják és hajlandóak elfogadni, akkor úgy hiszem, hogy sokat tudnánk javítani a törvényjavaslat jelenlegi minőségén vagy jelenlegi színvonalán. Nagyon remélem, hogy akár a bizottsági szinten, akár pedig majd a részletes vita, illetve a záróvita, a zárószavazás szintjén nem a szakmai vagy politikai presztízs, vagy rosszabb esetben hiúság fogja a kormánypárti képviselőket jellemezni, hanem valóban a józan megfontolás, és nyitottak lesznek arra, sőt nem csak nyitottak, befogadók lesznek minden olyan javaslatra, amely ezt, ennek a törvénynek a színvonalát emelni akarja. Hát igen, vannak kétségeink ez irányba, hiszen megtapasztaltuk a tavaly nyári vita alkalmával is, hogy olyan módosító javaslatok sorát szavazták le, amelyre egyébként egy-egy kormánypárti képviselő egy négy szem közti beszélgetés keretében kiderült, hogy egyet is értett, csak hát különböző irányvonalakra hivatkozva nem lehetett ezeket a lépéseket megtenni. És hát ha már a korrupciónál tartunk, Lenhard Balázs képviselőtársam az előbb említette, valóban ezért vannak kétségeink a jelenlegi kormányzat korrupció elleni harcban tanúsított aktivitásával kapcsolatban, ugyanis valóban ez a közgépes közbeszerzési eljárás elég sok gyanúra ad okot, és az hirtelen olyan ínséges időkben, amikor az önök kormánya azt hirdet, hogy minden forintra oda kell figyelni, azért 24 milliárd többletforrás mégiscsak valahogy jut egy vasútvonal megépítésére, akkor az egy finoman szóval is bicskanyitogató, és elég komoly gyanúkat ébreszt. Hát természetesen olyat soha nem fognak leírni, most nyilván ironizálni is fogok egy közbeszerzési törvényjavaslatban, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, hogyha a cég elnevezésében nem a közgép kifejezés szerepel. Tehát nyilvánvalóan ilyen kitételek soha nem fognak belekerülni, de amíg ilyen és ehhez hasonló esetek előfordulhatnak a gyakorlatban, addig egyrészt nem aludhatunk nyugodtan, másrészt pedig hiteltelenek a mikro, kis és középvállalkozók helyzetbehozásával kapcsolatban mondott szavaik is, hiszen ezért a közgép finoman szóval se a mikrovállalkozások körét gyarapítja. Tehát erre is tekintettel kérem, hogy számos módosító javaslatunkat fontolják meg, és a lehető legtöbbet ezek közül elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, képviselő társaimat, kíván-e valaki még felszólalni? Jelentkezőt nem látok, így megkérdezem Fónagy János államtitkár urat, hogy kíván-e a vitában elhangzottakra válaszolni. Igen, kíván, államtitkár úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! A közel 4 órás, esetenként a részletes vita számos elemét megelőlegező
tárgyalás mutatja azt, hogy az általános vita is egy fajsúlyos javaslat elfogadását vetíti elő. Engedjenek meg, anélkül, hogy én viszont a részletes vitába belemennék, néhány olyan kérdésre igyekezek reflektálni, amit az elmúlt órákban elhangzott. Az egyik, amit már Varga képviselőtársam is előbb elmondott, az az egésznek a pozitívuma, hiszen abban a legtöbb képviselő, tényleg elenyésző kivételtől eltekintve, egyetértett abban, hogy a régi és jelenleg hatályos szabály az nem jó, alkalmazhatatlan, toldott, foldott, újra van szükség. Abba is túlnyomó részt egyetértés volt, és ehhez hozzászámítom a számos szakmailag megalapozott, jó szándékú, módosító javaslat, vagy annak a ígéretét is, hogy egy olyan szabályt kell alkotni, amely számos szempontnak megfelel. Ilyen az átláthatóság, olyan, amely egy jelenleginél nagyobb védelmet, beépített védelmet nyújt a korrupció ellen, ami biztosítja a hazai vállalkozóknak a hazai pályán való magabiztosabb mozgását, ugye ezen belül értve természetesen a kis- és középvállalkozókat is. Egy olyan jogszabály kell, amely mindkét oldalon az alkalmazók számára érthetőbb és külön bonyolult közreműködők igénybevételé nélkül alkalmazható. Felmerül teljes joggal és súllyal a zöld szempontoknak a fokozott érvényesítése, de számos más olyan szempont is felmerült, amelynek ennek a jogszabálynak eleget kell tennie. Annak a jogszabálynak, amely, és ezt igyekeztem az expozé elején is hangsúlyozni, hangsúlyozottan egy keretjogszabály. Tehát nem egy olyan kódex, nem egy olyan sokszáz szakaszból álló kódex, amely minden egyes felhasználó, minden egyes rész szabályzatára eligazítást vagy rendelkezést tartalmaz, hiszen ha ez is egy szerkesztési mód egyébként, ezt is lehetett volna követni, csak akkor ott vagyunk, ahol jelenleg is vagyunk, bizonyos szempontból, hogy van egy olyan nagy terjedelmű jogszabályunk, amely minden egyes, egymástól karakterébe, tartalmába jelentősen eltérő, akár a megrendelői oldalon, akár a vállalkozói oldalon, kiírói oldalon, vállalkozói oldalon, mindenkinek eligazítást ad, ugyanakkor rákényszerít mindenkit, hogy mindezeket hát végigolvassa, alkalmazza, megtanulja, összevesse. Nem véletlen, hogy egy évig tartott ennek a jogszabálynak az előkészítése. Ezek az elvi vitákat mind a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül, mind a társtárszáknál, de hozzáteszem, hogy számos szakmai szervezet és egyéb gazdasági szervezet résztvevőivel kialakított álláspont szerint keretjogszabályba fogalmazták meg a szerkesztők, azok a szerkesztők, és tudom, hogy itt nem szokás a parlamentben erről beszélni, amelyeknek a munkáját én itt és most is köszönetet szeretnék mondani, hiszen ez egy évi nagyon sok száz embernek nagyon kemény megfeszített munkája. Az elhangzott vélemények a politikai és hozzáteszem politikusi vérmérséklettől függően természetesen, de ezekben a dolgokban egyetértettek. És ez mindenképpen mind a mai tárgyalásnak, mind az előterjesztés tartalmának egy pozitívuma. Ugyanakkor arra szeretném tisztelt képviselőtársaim figyelmét felhívni, hogy nem lehet egy adott társadalom, egy adott gazdaság is egy adott társadalom minden problémájára egy szakmai jogszabállyal magyarázatot, megoldást találni. Nyilvánvaló, hogy a lehetőség szerint a legkisebbre kell szorítani a korrupció lehetőségét. Na de hát az emberi magatartásokat nem lehet egy közbeszerzési jogszabállyal eleve és mindenkorra determinálni. Nyilvánvaló, hogy törekedni kell rá, nyilvánvaló, hogy a szabályoknak olyan kell lenni, de nem lehet a társadalom minden visszásságát egy
szakmai szabállyal megoldani. Végezetül, de nem utolsó sorban erősítendő azt, amit most mondtam, ha már Ipkovics képviselő, azt hiszem Zala megyei példát hozott, engedje meg, hogy én is egy Zalavár megyei példát hozza vas. Zala megyéből hozta a példáját, direkt fölírtam. Zalavár megye közgyűlésén mondta 1840-ben Deák Ferenc, hogy gazdaságot, kereskedést, szorgalmat törvény nem teremthet. A törvény csak ezek akadályát hárítja el, a többit idő és a nemzet ereje és gondossága fejti ki. Én ennek jegyébe kérem, hogy a módosító javaslataikkal tegyék teljesebbé a mi tervezetünket, és ennek vitája után a most beterjesztett törvényjavaslatot fogadják el, támogassák és fogadják el. Köszönöm elnök úr a türelmét. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Az általános vitát a további módosító javaslatok benyújtása érdekében elnapolom. Lezárására a mai ülésnap végén kerül sor. Most soron következik az egyes elektronikus hírközési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Rogán Antal és Puskás Imre fideszes képviselőtársaink önálló indítványát, Téper 3505-ös számon, a bizottsági ajánlásokat pedig Téper 3505 per 1-es és 2-es számon ismerhették meg képviselőtársaim. Most az előterjesztői expozé következik, 20 perces időkeretben. Megadom a szót Rogán Antal képviselő úrnak, a napirendi pont előadójának. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Egy új hírközlési törvény az minden alkalommal természetesen egy egészen új átfogó szabályozás, nem csupán a korábbi szabályozásnak a módosítása, de természetesen két szempontból egy ilyen új hírközlési törvény az kötöttségekkel rendelkezik, egyrészt támaszkodik az előző szabályozásra, másik oldalról pedig figyelembe kell vennie az Európai Unió ezzel kapcsolatos direktíváinak a rendelkezéseit, sőt az egyik legfontosabb feladata egy új hírközlési szabályozásnak minden alkalommal az Európai Uniós direktívák megváltozásának a hazai jogalkotásba történő átültetése. Ez történt Magyarországon 2004-et követően is, amikor az akkori EHT az a korábbi Európai Uniós direktívák átültetését foglalta magában, és tekintettel arra, hogy ezek a direktívák 2009-ben érdemben változtak, méghozzá jó néhány meghatározó területen, a fogyasztóvédelem területén elsősorban, de egyébként több más területen is, ezekre ki fogok térni még itt a hozzászólás során egy picit részletesebben, ezért természetesen az ezzel kapcsolatos szabályozások átültetésére szükség van. Ezt minden alkalommal, mint minden Európai Uniós jogelvnek a magyarországi alkalmazását megelőzi egy széleskörű társadalmi vita. Az ezzel kapcsolatos vitát és egyeztetéseket a minisztérium folytatta le, több mint fél esztendőn keresztül. Erről én azt gondolom, hogy kicsit bővebben is kaptak tájékoztatást egyébként a parlamenti képviselők a Kulturális Bizottság ülésén. Azért került ennek ellenére maga a hírközlési törvény egyéni képviselő indítványként benyújtása, mert egy tekintetben én azt gondolom, hogy egy jelentős változás foglal magában most a direktívák átültetésétől eltekintve, elsősorban a hatáskörök tekintetében a korábbi időszakhoz képest. És hadd kezdjem akkor ezzel. Ugye az európai tendenciát is, hogyha megnézzük, akkor általában megfigyelhető, hogy az Európai Uniós direktívák igyekeznek ösztönözni a független hírközlési hatóságok létrejöttét, és azok függetlenségének és hatáskörének az erősödését is. De ez így előírásként nem szerepel a direktívákban, csupán az látható, hogy folyamatosan egy ilyen finom hatásköri bővítés az uniós direktívák szintjén is zajlik. Ez megfigyelhető volt már 2004 előtt is, és természetesen ennek a jelei megjelentek most is. Ennek megfelelően Európában, bár mindenütt erősödik a független hírközlési hatóság szerepköre, de gyakorlatilag kétféle modell működik. Vannak a hírközlési hatóságnak a függetlensége általában konvergens hatóságként erőteljesen biztosított, és van, ahol ez a terület az gyakorlatilag közvetlen kormány irányítás alatt áll, szintén konvergens hatóság formájában. Mi Magyarországon már eleve a konvergens hatóság létrehozásakor is, ugye a médiatörvény benyújtásakor, a függetlenség irányába mozdultunk el, ami a
a kormánytól való szervezeti és intézményi függetlenség biztosítékát jelentette. Én azt gondolom, hogy itt kell megteremteni ennek egyébként a feltételeit a hírközlés, az új hírközlési törvény benyújtásakor is. Ez effektíve azt jelenti, hogy korábbi kormányzati hatáskörök, elsősorban rendeletalkotási hatáskörök a kormánytól átkerülnek a független hírközlési hatósághoz. Ebben az értelemben ugye a Magyarországon a konvergens hatósághoz. Kicsit ki is térnék arra, hogy milyen típusú hatáskörök ezek. Tehát ilyen hatáskör például a frekvenciagazdálkodás területén több hatáskör kérdésköre, az előfizetői jogok biztosításával kapcsolatos kérdéskörök egy része, és természetesen ilyen a hírközlési azonosítókkal kapcsolatos jogalkotási hatáskörök egy jelentős része. Én azt gondolom, hogy az, hogy ez ide kerül, tehát hogy nem a kormány alkotja ezeket a rendeleteket, hanem maga a konvergens hatóság, az többféle értelemben előnyökkel is bír. Előny például az, hogy egy jóval nagyobb rugalmasság biztosítható, hiszen általában az a helyzet, hogy a kormány jogalkotási mechanizmusai azok etéren kevésbé rugalmasak, mint mondjuk csak ezzel a területtel foglalkozó hatóság saját rendeletalkotása. Másik oldalról biztosított egyébként egy közvetlen kapcsolat a szabályozó és a szabályozottak között, tekintettel arra, hogy itt meglehetősen direkt áttételű kapcsolat működik, hiszen a szabályozottak azok egyben a szabályozó hatósághoz folyamatosan tudnak panaszokkal is fordulni, és ott a panaszok gyors orvoslásának a jogi lehetősége is biztosított. Tehát ezzel én azt gondolom, tényleg előáll egy nagyobb rugalmasság lehetősége, ezt azonban a parlamentnek el kell döntenie, hogy ezt akarja biztosítani. Nyilvánvaló, hogy alapvetően azért kerül beadásra egyéni képviselő indítványként ez az indítvány, mert mi a Fidesz képviselő csoportjában ebben gondolkodunk, és nyilvánvaló, hogy etéren még a kormányzattal kapcsolatos egyeztetések egy részét le kell folytatni. Én elképzelhetőnek tartom, a mi köreinkben is volt olyan vélemény, elképzelhetőnek tartom, hogy ez elhangzik ellenzéki körökből is, hogy abban az esetben a rendeletalkotási jogkör oda telepítésre kerül a konvergens hatósághoz, akkor gondoljuk végig ennek a működését, esetleg korlátozzuk ennek a számát, a mennyiségét. Én a magam részéről nyitott vagyok erre a vitára. De alapvetően ez volt az indoka annak, hogy az egyéni képviselő indítványként került ide a tisztelt ház elé. Amire szeretnék kitérni viszont, ha már magáról az NHT-ről beszélünk, akkor beszéljünk talán a tartalmi módosulásokról is, amelyek szerintem azért az előfizetők értelmében nagyon komoly és konkrét változásokat is magában foglalhatnak. Messze nem fogok kitérni mindenre, talán csak inkább azokra, amelyek érdekesebbek. Érdekesebb módosulás például az, hogy a fenntartható infrastruktúra alapú verseny elősegítését és védelmét azzal is kívánja ez a törvény ösztönözni, hogy egyébként nem csak a szűk keresztmetszetet jelentő infrastruktúrákhoz való hozzáférés biztosítja, ez ugye az első EHT-nak is Magyarországon egy nagyon fontos célkitűzése volt, hanem egyben azt is előírja, hogy az integrált, tehát a vertikálisan integrált szolgáltatónál meg kell teremteni egyébként a szétválasztás lehetőségét a különféle üzletágok esetében. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos lépés, mert gondoljanak bele, hogy a piacon szereplő azon cégek között, amelyek mondjuk egy szélesebb körű integrációs lehetőséggel bírnak, mert éppen úgy van vezetékes távközlési szolgáltatásuk, mobil szolgáltatásuk, tartalomszolgáltatásuk, internet szolgáltatásuk, azok kétségkívül sokkal nagyobb előnnyel tudnak elindulni kapcsolt csomagok segítségével a piacon, mint azok a versenytársaik, akik lehet, hogy a verseny egy-egy területén hatékonyabbat tudnának biztosítani, esetleg árelőnyöket is tudnának a fogyasztóknak adni, de hogyha őnekik nincs meg ez a lehetőségük, mert ők nem működnek ekkora koncernként, akkor nyilvánvalóan versenyhátrányba kerülnek. Ez csak úgy lehet a piacon biztosítani, hogy az infrastruktúrához való hozzáférést, azt az egyes infrastruktúrák szétválasztásával és árainak szétválasztásával is garantáljuk. Erre értelemszerűen törekszik ez a törvényjavaslat. Ez egyébként az Európai Uniós szabályozásnak is egy új iránya. Szeretnék kiemelni egy-két fogyasztóvédelmi szabályt, amik szerintem nagyon fontos szabályok ebből a szempontból. Elsősorban talán első helyen azt szeretném kiemelni, hogy ugye létezik egy minimum szolgáltatás, az egyetemes szolgáltatás tekintetében, amit már az első hírközlési törvények is előírtak. Ez most kiegészül azzal, hogy a megfizethető áron elérhető minimális szolgáltatás szintnek a jövőben
tartalmaznia kell az internet hozzáférésre alkalmas, nyilvános, elektronikus hírközlési hálózathoz való hozzáférés biztosítását, magyarul a funkcionális internet biztosításának a lehetőségét. Ez eddig ugye az egyetemes szolgáltatásnak nem volt része. Én azt gondolom, hogy ez abban a szempontból szintén egy érdemi előrelépés. A 112-es európai segélyhívószám használatára vonatkozó tájékoztatást azt szintén magában foglalja ez értelemszerűen, de ami talán ebből a szempontból sokkal fontosabb, az az, hogy a fogyasztók számára biztosít olyan lehetőségeket is, hogy egyébként itt ugye elég világosan van szabályozva, hogy melyek a leghosszabb időszakra szóló szolgáltatói szerződések, tehát a tagállamoknak az előírás értelmében is biztosítani kell, és ezt mi is megtesszük a törvényben, hogy a fogyasztók és nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók közötti szerződésekben 24 hónapot meghaladó legrövidebb szerződési időszak nem kerülhet alkalmazásra. Ez ugye a hosszú különféle hűségidőknek egy jelentős korlátozása, illetve a szolgáltatók az előfizetőknek maximum 12 hónapos szerződések megkötését lehetővé teszik, és ennek megfelelő szabálymódosítások megtörténnek. Szintén fontos szabálymódosítás szerintem, hogy végre különbséget tesz a hírközlési törvény abban a tekintetben itt a fogyasztói szabályok kialakításánál is, hogy természetesen nem csak magánszemélynek vagy családnak tud egyébként szolgáltatást nyújtani, hanem cégeknek is tömegével nyújt szolgáltatást egy-egy hírközlési szolgáltató, és azt gondolom, hogy abban nincsen semmi meglepő, hogyha ezt egyébként másféle kondíciókkal, esetleg más tartalmú csomagokkal teszi. Ebben az eddigi szabályozás, az eddigi EHT nem volt elég rugalmas. A mostani EHT lehetővé teszi, hogy ez megtörténjen, tehát ezt szét lehessen választani a fogyasztói kategóriákat egymástól, és akkor ettől eltérő részletszabályokat lehet már nyilvánvalóan egyébként rendeleti szinten meghatározni. Ebből is látszik, hogy nagyon fontos kérdésé válik itt a rendeletalkotás, mert itt a fogyasztók szempontjából egy sokkal differenciáltabb szabályozások kialakítására nyílik lehetőség, ezért szerintem nem mindegy, hogy ez a rendeletalkotás ez mennyire rugalmas, vagy éppen hova van telepítve, csak hogy visszatérjek az előző témára. Tisztelt képviselőtársaim, ennyit talán az EHT-val kapcsolatos részekről van, még számtalan részletszabály, amire piacelemzés, piacszabályozás, mennyi időnként kell a piacot áttekinteni, a fogyasztóvédelmi hatóság és az NMHH közötti pontos hatáskör megosztás kérdései, de azt gondolom, hogy talán ezekre nem kell nagyon részletesen kitérni egy általános vita során. Ha valakit érdekel, akkor ebben részletesebben el tudunk bélyedni a későbbi vita szakaszban. Amire viszont szerintem érdemben kell kitérni, hogy ez az EHT módosítás a médiatörvény több ponton történő módosítását is magában foglalja, és erről mindenképpen szeretnék szólni néhány szót tisztelt képviselőtársaim előtt. A tervezett módosítások az én meggyőződésem szerint túlnyomó többségükben inkább csak pontosítják a médiatörvény jelenlegi szövegét, illetve egyértelműsítik a rendelkezéseknek a tartalmát, de van néhány érdemi módosulás is, és talán most ezekre akarok kitérni leginkább. Ami egy nagyon fontos dolog, hogy pontosítás és egyértelműsítés a gyűlöletkeltő és kirekesztő tartalmak tilalmánál egyértelműen az, hogy csak az egyes csoportokat, közösséget sértő tartalmakat tiltaná. Jelenleg ugyanis a személyek szó is szerepel a szabályozásban, ami félreértésekre én azt gondolom okot adhat. Tehát ezért erre a pontosításra így ebben a formában szükség van. Ez valójában pontosítás, de a tartalmát nézzük, akkor jogalkalmazói szempontból ez inkább érdemi módosulás. Bár ezt a részét eddig senki nem próbálta így alkalmazni, de a félreértések elkerülése véget én azt gondolom ezt meg kellett teremteni. Aztán szerintem nagyon fontos változás a sajtótermékek nyilvántartásával kapcsolatos jelentős egyszerűsödés. Ugye a hatályba lépés után már nem kell bejelenteni az ISSN számot, illetve az erről szóló igazolást sem kell benyújtani a hatósághoz. Az impresszumban már nem kellene közzétenni a sokszorosító szerv megnevezését, a sokszorosításért felelős személy nevét, a sokszorosítás helyét, idejét és a megrendelés sorszámát. Bővülne a 30 napos ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultság igénylésének az esetköre is. Ezt a médiahatóság, médiatanács ezután már azután is engedélyezhetné, ha az illető tudja bizonyítani, hogy az adott frekvencián másoknak okozott zavarás nélkül folytatható ilyen típusú médiaszolgáltatás. Szerintem egy nagyon fontos garanciális változás, hogy tisztázzuk azt, hogy most akkor az ügyfelek, médiatartalom szolgáltatók érdekeit védő rendelkezések, azok hogyan is néznek ki pontosan. Itt ugye van egy lehetőség a tartalomra vonatkozó panasz, illetve az azzal kapcsolatos eljárás.
Ez azért eddig nem voltak egyértelműen tisztázva a határidők. Itt most azt tisztázzuk, hogy ezután csak a jogsértő tartalom közzetételétől számított 3 hónapon belül lehet majd kezdeményezni csak hatósági eljárást, a 3 hónap elteltével nem. És további garanciát jelent szerintem az is, hogy a hatóság csak a hivatalból is csak a jogsértő tartalom közzetételétől számított 1 éven belül indíthatna eljárást. Hallottam már olyan módosítási szándékot, hogy ezt miért nem hozzuk összhangba egyébként a 3 hónappal. Talán annyiban eltérő a kettő között, és én itt ezzel külön szeretnék érvelni, hogy itt azért hosszúságban legyen különbség, hogy nyilvánvaló, hogy amikor magánszemély tesz panaszt, akkor általában ő azt a tartalmat kellett, hogy hallja. Tehát az, hogy azon 3 hónapon túl gondolkodik,